Jól kezdte a meccset a hazai csapat, már a 6. percben megszerezte a vezetést a Kisvárda. Egy szöglet utáni kavarodás követően a földön fekvő siófoki játékos kézzel ért a labdához, a játékvezető pedig 11-est ítélt. A büntetőt Gosztonyi magabiztosan lőtte a kapu jobb oldalába. A 35. percben megduplázta előnyét a házigazda, Cseri végzett el szögletet a bal oldalról, a rövid sarokra lőtt labdát pedig Lukács fejelte a kapuba. A második fél időben magabiztosan őrizte előnyét a Kisvárda, a 89. percben Iváncsics bravúrral védte Szvitkovics szabadrugását, így maradt a 2-0, amivel Révész Attila együttese 7. tavaszi hazai meccsét is megnyerte. Hasonlóan kezdtünk, mint legutóbb, most is nagyon frissek és célra törőek voltak a támadóink. Nagyon nagy nyomásra éreztünk időnként az ellenfélre. Nagyon gyors támadásokat vezettünk el, azt gondolom, most nagyon jó ritmusa volt a játékunknak, köszönhető annak, hogy a pályánk minősége azért most már futballra alkalmas. Ugye az első mérkőzéseken ezt nem mondhattuk el. És hát jött is a korai gól, amit már az utóbbi időben megszoktunk. Majd ezt követően már kedvünkre játszhattunk, a gyors embereinket tudtuk kamatoztatni. Akik legutóbb nem játszottak, vagy kevesebbet játszottak, azok a frissességüket meg tudták mutatni. Úgyhogy most a keretünk nyert, én úgy gondolom, hogy megérdemeltem. Második fél időben a szokásos ráülős, kivárós, kontrázós futballunkat mutattuk be. Sajnálom, hogy ekkor nem szereztünk még gólokat, mert több olyan ígéretes támadásunk volt, amelyet be kellett volna zárnunk. A vendégek edzője Disztúj László szerint csapata nem játszott rosszul, a kisvárdai kapura azonban nem tudtak igazán veszélyt jelenteni a siófokiak. Bátran és támadólag akartunk fellépni, azon, hogy az elején látszott is, hogy próbáltuk letámadni őket, próbáltuk megzavarni az ellenfél labdakihozatalát. Úgy érzem, hogy nagyon könnyű 11-es volt, hiszen egy kavarodásból, most szöglet utáni kavarodásból teljesen semmi szándékos, semmi kezelés volt valakinek lápaton a kezére, azon miért nem szoktak befújni. Megkönnyítette ez a Kisvárdának a dolgát, igaz, hiszen a 6. percben nyugodtan játszottak, előnybe kerültek, ami minket egy kicsit megzavart. Pontatlanok voltunk a játékunkon, előrefelé nem tudtuk elő megtartani kellően a labdákat. A második gól az újra egy pontrugásból volt, tehát azt gondolom, hogy tulajdonképpen akcióból mi se kaptunk gólt, tehát ez mutatja, hogy stabil a védekezésünk, hátul azért szervezetek vagyunk. A kisvárdaiak csapatkapitánya Lukács Bertucci 3. gólját szerezte a szezonban, úgy, hogy mindhárom találat Cseri Tamás passzát követően született. Igazából az első leges feladat az volt, hogy zárást csinálok a társamnak, de már a harmadik szöglet tudtam, már látta, hogy mindig oda megy a labda, és akkor mondom, hát ha ott megyek, és akkor tudok befejezni, és sikerült, hála Istennek. A forduló további eredményei a következők: Puskás Akadémia Nyíregyháza Spartakusz 3-1, Kozár Miszlény Balmazújváros 1-3, Budaörst Szegléd 1-0, a Soroksár Grosics Akadémia mérkőzés a vihar miatt félbeszakadt, Szeged Vác 0-0, Cigánd Csákvár 1-1, Szolnok Dorog 2-4, Sopron Mosonmagyaróvár 1-1 és Békés Csaba Zalaegerszeg 0-2. A tabella élén a Puskás Akadémia áll 69 ponttal, megelőzve a 62 pontos Kisvárdát, amely vasárnap Nyíregyházán lép pályára.